Gondoltatok már arra, milyen jó lenne, ha egyszer csak itt teremne valaki, és egy csapással megoldaná a problémáinkat? Sícsúgy, hirtelen eltűnne az a fránya koronavírus, és mi már is szabadon lélegezhetnénk. Nos, vannak helyzetek, amikor a segítség időben érkezik meg. Így van ez azon a képen is, amely a Cervantes Intézet művészetpiruláinak mai témája. Juan Carreño de Miranda a 17. század második felében az utolsó Habsburg házi spanyol király második Károly udvari festője volt. Egyik főműve a Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe tartozik. Ezen a képen az idősebb Szent Jakab apostolt látjuk, amin 844-ben győzelmet arat a múrok felett a sorsdöntő Clavijói csatában. A múrok, vagyis az észak-afrikai muzulmáni hitű népek harcosai a 8. század elején mindössze 15 év alatt elfoglalták az ibériai félsziget jelentős részét. A Reconquista, azaz a terület keresztény seregek általi visszahódítása, ezen szemben majdnem 8 évszázadig tartott. Ennek a folyamatnak az egyik legkorábbi eseménye volt a 9. század közepén a legendás Clavijói ütközet. Ekkor történt ugyanis, hogy idősebb Szent Jakab feltámadt a sírjából, és a keresztény seregek megsegítésére sietett. Fehér paripáján ülve óriási hévvel lekaszabolta az ellenséget. Ezt a jelenetet látjuk a mi képünkön is. Szent Jakab, akit a mennydörgés gyermekének is szoktak nevezni, robbanékony természete miatt, mint egy forgó szélként tör rá a mór katonákra, akiknek esélyük sem maradt a menekülésre. De hogy kerül Szent Jakab az ibériai félszigetre? Szent Jakab Jézus első követőinek egyike volt, akiről a hagyomány úgy tartotta, hogy misszionáriusként még a mai Spanyolország területére is eljutott. Az igehirdetésének nem volt sok foganatja, ezért Jakab hamarosan visszatért Jeruzsálembe. Nem sokkal később azonban ő lett az első apostol, aki Heródes Agrippa király parancsára mártírhalált szenvedett. A tanítványai később Szent Jakab földi maradványait egy bárkán a mai Galícia területére vitték. A legenda szerint a terület uralkodó nője, Lupa királynő, először ellenük küldte a seregeit, ám a katonái egytől egyig odavesztek. A csoda láttán a királynő megtért, és ezt követően maga jelölte ki azt a helyet, ahová később Szent Jakabot eltemették. A sírt aztán a 9. század elején egy remete fedezte fel újra, aki fényeket és csillagokat látott a terület felett. Innen ered a helység név, Campus Tillé, azaz a mai nyelvhasználatban Santiago de Compostela. A sír fölé már a 9. században kápolnát emeltek, a mai székesegyház építését azonban csak 200 évvel később, a 11. században kezdték meg. Idősebb Szent Jakab a középkor egyik legnépszerűbb szentje lett. A sírja és a tiszteletére emelt város, Santiago de Compostela lett Jeruzsálem és Róma után a harmadik leghíresebb zarándokhely az európai keresztény világban. Már a 9. és a 10. századtól kezdve jártak ide a zarándokok bűnbocsánatért és a szent közbenjárását kérve. Ekkor már egész Nyugat-Európát behálózták a Compostelába vezető különböző zarándokutak. A szent alakja a középkortól kezdve számos műalkotáson szerepelt, sok esetben zarándokként, kezében egy vándorbottal, és kalapján azzal az összetévezhetetlen fésűs kagylóval, amely az egy pontban összefutó zarándok úthálózatot jelképezte. A 14. század első feléből maradt fenn az első ábrázolás, amelyen Szent Jakab, mint győzedelmes, szilaj lovon ülő harcos jelenik meg, lába előtt az ellenség áldozataival. Ez a képtípus ezt követően roppant népszerűvé vált, ami összefügghet a 12.-13. század körül létesült Szent Jakab lovagrend alapításával és működésével is. Akárcsak a többi középkori lovagrendnek, a Szent Jakab keresztjére felesküdött lovagoknak is a zarándokok megóvása és a muszlim hódítók elleni harc volt a célja. Ezt az üzenetet pedig nagyszerűen tudta közvetíteni a kép. Szent Jakab még a sírból is visszatér, ha szükségét érzi annak, hogy a hit védelmére keljen.
Ebből adódik, hogy Spanyolország védőszentjét is benne találták meg később. A katolikus királyok, kasztíliai Izabella és aragóniai Ferdinánd a királyi hatalom alá vonták a Szent Jakab rendet 1494-ben. A későbbi évszázadokban a nemesség számára a rend tagjának lenni óriási kiváltságot jelentett. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy maga Diego Velázquez is az egyik leghíresebb alkotásán, az udvarhölgyeken, büszkén viseli mellkasán a Szent Jakab rend keresztjét. Idősebb Szent Jakab apostol a mai napig fontos jelkép, és nem csak a spanyolok számára. A mai napig sokan kelnek útra, hogy felkeressék a sírját Santiago de Compostelában. Te voltál már ezen a zarándok úton? Ha igen, tudom, hogy újra el fogsz menni, ha pedig nem, itt az idő, hogy te is kagylót akassz a hátizsákodra.